Az élelmiszerek tartósítása víztartalmuk csökkentésével, szárítással az egyik legrégebben alkalmazott módszer. A főzelékfélék nedvességtartalmát 8-10% alá csökkentve hosszú ideig eltarthatók. Felhasználáskor eredeti víztartalmuk jelentős részét ismét felveszik. A szárítás a nyersanyag esetünkben a zeller tisztításával, a héj eltávolításával kezdődik. Ezt az aprítás követi, amely lehet kockázás. Vagy például a vörös hagymánál szeletelés. Fontos az egyenletes méret kialakítása a víz elpárologtatásához. A káros színelváltozás megelőzése érdekében kénes savas kezelést alkalmaznak. A szárítás általában szalagrendszerű, folyamatos szárítóberendezésben történik. A nyersanyagot egyenletes rétegben kell elteríteni a szárítón. Ez szolgálja az alternatív mozgást végző felhordó szalag. A levegő hőmérséklete és nedvességtartalma, a száradás sebessége és a termék minősége szempontjából döntő feltétel. A kíméletes szárítás több órát vesz igénybe, és a csökkenő nedvességtartalmú termék egyre alacsonyabb hőmérsékletű levegővel érintkezik. A végterméket óvni kell a nedvességtől, ezért papír vagy polietilén zsákokba gyűjtik, majd raktározzák.